Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Folytatódnak a fejlesztések Bonyhádon. A Majosi Kultúrház rekonstrukciója lépett a második fázisba. Tájékoztató szakmai nap a cégeknek. Új hulladéggazdálkodási rendszer. Három ember halálát okozta az ügyész szerint. Bíróság elé állították a szörnyű baleset vádlottját. Dombóváriak a nagyvilágban. Szandora Kamila Japánban tett útjáról mesélt az érdeklődőknek. Folytatódik a Bonyhád-Majosi Kultúrház felújítása. Erre közel 75 millió forintot biztosít a város önkormányzata. Így döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülés alkalmával. Két éve készültek ezek a felvételek. A gyerekek háromnapos néptánc táborban vettek részt. A programoknak a Bonyhád-Majosi Kultúrház adott otthont. Azóta az ingatlant saját forrásból folyamatosan újítja fel a város önkormányzata. Most pedig a képviselők arról döntöttek, hogy ehhez újabb forrást biztosítanak. Ezt követően nem lesz akadály annak, hogy szerződést kössünk, és gyakorlatilag jövő év tavaszára átadhassuk a majosi lakosságnak nagyon-nagyon régóta várt felújított kultúrházokat. 77 millió forint nettóban az az összeg, amivel a nyertes elnyerte ezt a közbeszerzést. Az ingatlan teljes egészében saját forrásból fejleszti az önkormányzat. Erre a célra korábban 179 millió forintot különítettek el. Azért volt erre szükség, mert akkor még nem volt ismert az, hogy a Majosi Kultúrháznak a felújítása a kettes üteme, hiszen az elmúlt évben elkezdődött ennek az ingatlannak a felújítása, mindenképpen közbeszerzés köteles volt, hogy ennek a közbeszerzési eljárásnak mi lesz az eredménye, és pontos számok nélkül nem szerettünk volna összegeket meghatározni. A teljesen felújított Majosi Kultúrházat a tervek szerint jövő tavasszal vehetik használatba a helyiek. Szekszárdon a Szent László utcában egy sofőr feltehetően figyelmetlensége miatt nem vette észre a zebrán átkelő nőt és elütötte. A balesetben a gyalogos könnyebben sérült meg. Egy autó közlekedett a Rákóczi utcában. Előtte haladt egy másik kocsi, amelynek sofőrje balra akart kanyarodni, ezért lassított. A hátulhaladó jármű nem tartott megfelelő követési távolságot, és neki ment az előtte kanyarodónak. A balesetben senki nem sérült meg, de mindkét kocsi összetört. Július 1-től új, az EU szabályoknak megfelelő hulladéggazdálkodási rendszert vezetnek be országosan. Ez nem csak a cégeket érinti, hanem a lakosságot is a későbbiekben. Erről tartott Szekszárdon egy tájékoztatót a Tónavár megyei mérnöki kamara a kereskedelmi és iparkamarával közösen. A Tolnavár megyei mérnöki kamara és kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai napon a szervezetek képviselői előadásokat hallgathattak az egységes hulladéggazdálkodási és a kiterjesztett gyártói felelősségű úgynevezett EPR rendszerről. Majd ezután a gyakorlati megvalósulással kapcsolatban kérdezhettek az előadóktól. Azt gondolom, hogy a cégünket érintő komoly változás lesz július 1-től, amit szeretnénk minél alaposabban, hát nem is az, hogy tanulmányozni, de hogy minél több ismeretet megszerezzünk ezzel kapcsolatban, és ezt szeretnénk most így gyarabítani itt ennek az előadásnak a keretein belül is. A rendezvényen minden nagyobb cég képviseltette magát, hiszen a bevezetésre kerülő rendszer még mindenkinek új, ezért sok kérdés merülhet fel. Ez a rendszer egy teljesen új jogszabályi környezetet és gyakorlati környezetet fog teremteni. Július 1-től bizonyos hulladékokat, a legfőképpen a csomagolási hulladékokat, legyen az fa, fém, műanyag, papír, illetve az elektronikai hulladékokat, az akkumulátor, elem és még számos anyagáramot kizárólag a MOHU ZRT alvállalkozója vagy ő maga gyűjthet vissza, tehát a tulajdonjog őt fogja illetni. Hogy ezt a szisztémát fent lehessen tartani, egy kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a gyártó előre kifizeti a hulladékkezelés szállítás díját. A közös rendezésben megvalósuló szakmai napon mind a mérnöki kamara, mind az iparkamara felajánlották segítségüket és gyakorlati információkat adtak át a cégeknek a regisztrációs nyilvántartási rendekkel kapcsolatban. Remélem, hogy ezt követően többször is módunk lesz majd közös rendezvények megtartására a kereskedelmi és iparkamarával, hiszen a mérnöki vállalkozások egyúttal a kereskedelmi és iparkamara kötelező tagjává is váltak, és itt is fizetnek tagdíjat, úgyhogy szeretném, hogyha ez a kapcsolat továbbra is fennmaradna.
A teljes hulladékgazdálkodási felépítés átalakítása után pedig január 1-től a visszaváltási rendszert is újraindítják. Jelenleg a hulladékaink fele kerül lerakásra. A cél, hogy minél nagyobb újrahasznosítási arányt érjünk el. Ez a környezetvédelem mellett a körforgásos gazdaságot is erősítené. Az ingyenes lakossági szűrőprogramok célja az elkerülhető, az életmódváltással megelőzhető, illetve korai stádiumban sikeresen gyógyítható betegségek mielőbbi felismerése, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A Helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű országos program indítása alkalmából csütörtökön. Rétvári Bence hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a betegségek mielőbbi felismerése, hiszen a magyar egészségügy a már kórházba került pacienseket az uniós tagországokhoz hasonló mutatókkal képes gyógyítani, ám az életmódváltással és korai diagnosztizálással megelőzhető problémák terén még van hová fejlődni. Éppen ezért nagy jelentőségű minél szélesebb körben felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári szünetben 10 szűrőbusz járja az országot, amelyek közelebb viszik az emberekhez a vizsgálatokat, fogalmazott az államtitkár. A kormány célja, hogy 2030-ra a 20 és 64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája elérje a 85%-ot, a jelenlegi 80%-ról. Ezzel Magyarország az unió élvonalába kerülhet, mondta Comba Sándor. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáit felelős államtitkára beszédében kiemelte. 2010 óta a munkaerő 3,7 millióról 4,7 millióra emelkedett, ezzel sikerült elérni a kormány egyik vállalását, hogy 10 év alatt 1 millió új álláshelyet hoznak létre. 2022 végén a munkanélküliségi ráta 3,6%-ra esett, amellyel hazánk az uniós élmezőnyben van, mondta. A kihívások között a szerkezeti feszültséget említette, ami azt jelenti, hogy nem ott és annyi munkaerő áll rendelkezésre, amely szükség lenne. A nyugati országokat is érintő egyik legsúlyosabb probléma a demográfiai helyzet romlása, amely súlyos kihívást jelent Magyarország számára is. 2030-ig 300 ezerrel lesz kevesebb a munkaképes korú lakosság. Bíróság elé állították azt a férfit, aki az ügyészség szerint 3 ember halálát okozta még 2019 őszén. Egy traktort vezetett, ami utánfutókat húzott. Egy kanyarban nem állt meg a stopptábla ellenére, emiatt hatalmas erővel csapódott neki a felépítménynek egy személyautó. Hatalmas erővel csapódott a személyautó a vontatmányba, a kocsiban ülők közül 3 vesztették életüket. Az ügyész szerint a traktort vezető sofőr hibázott, mert a stop táblánál nem állt meg. A balesetet megelőzően a Mercedes személygépkocsi dompított világítása halt, jobb oldali lámpatestjében azonban csak a helyzetjelző működött. A vádlott megállás nélkül sebességét fokozva 6-8 km/h sebességgel a jármű szerelvényen az útkeresztetésbe hajtott, ahol a Mercedes személygépkocsi menetrend szerinti jobb oldali forgalmi sávban a jármű szerelvény vontatója jobb hátsó kerekének és vonószemének ütközött. Az ütközést követően a jármű szerelvény a Mercedes személygépkocsi haladási sávát keresztezve, míg a Mercedes személygépkocsi a menetrend szerinti jobb oldali forgalmi sávban nyerte el nyugalmi helyzetét. Az áldozatok közül 2 nem voltak bekötve, az ügyész szerint viszont így is a traktort vezető férfi vétkezett. A vádalom a BTK 235 szakasz egybekezdésébe ütköző, de a kettő bekezdés C pontja szerint minősülő 2-nél több ember halálát eredményező közúti baleset gondolkozásának vétségével, és amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a vád tárgyával tett bűncselekmény elkövetését és a tárgyalásra való jogáról lemond, a BL 422 szakasz 3 bekezdési alapján ítélem, hogy a írásbíróság a vádlottat 4 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélje, és 6 év időtartamra a közúti elvezetéstől tiltsa el. Vagyis az ügyész mindenképpen börtönbe küldte volna a vádlottat, akkor is, ha mindent beismer, ő viszont tagadott. A balesetet túlélő férfi most szintén a tárgyalóteremben volt. Ő bejelentette, hogy 20 millió forintos sérelemdíjat követel a vádlottól. Nekem tönkrement a házasságom, tönkrement az egész életem mind ezzel, és hogy én csak feküdtem, ugye még mai napig is csak jártam a kórházakat, az ügyeletet, meg az orvosokat, és hogy én teljes mértékben nem tudom őket nevelni. Az ügyben tehát egyelőre nem született ítélet, a következő tárgyalásra ősszel kerülhet sor.
Nagy István agrárminiszter az elmúlt években számos alkalommal sürgette a mézről szóló uniós irányelv felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a mézkeverékek származásának jelölése során pontosabb információt biztosítsanak a fogyasztók számára. Az Európai Bizottság nemrégiben benyújtotta erre vonatkozó javaslatát, közölte az Agrárminisztérium. A tárca közleménye szerint a mézről szóló uniós irányelv értelmében a mézkeverékekkel jelenleg elegendő feltüntetni azt, hogy uniós és vagy harmadik országi eredetű mézek alkotják a terméket. Magyarország több tagállammal karöltve már számos alkalommal sürgette ennek a gyakorlatnak a megváltoztatását. Az ilyen felületes információ megtévesztő lehet a főként európai, illetve magyar mézet tartalmazó keveréket kereső fogyasztók számára, emelte ki az AM. Az Európai Bizottság nemrégiben bemutatta javaslatait a mezőgazdasági termékek forgalmazási előírásainak módosítására, amelynek részét képezi a mézről szóló irányelv módosítása is. Pintér Szilárd polgármester és Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke is részt vett az Eszterházi Miklós Technikum és Kollégium évzáró ünnepségén Bükösdi Olga intézményvezető asszony meghívására. A bizonyítványok és elismerések átadása után bemutatták az új 70 millió forintból épült hőközpontot is. A modern technológiának köszönhetően nagy mértékben fog csökkenni a középiskola rezsiköltsége a jövőben. A hazalátogató Szandroha Kamilla tartott előadást a Dombóváriak a nagyvilágban című sorozat idei utolsó előadásán. Az évadzáró programon Kamilla a Japánban tett útjáról mesélt az érdeklődőknek. Ezért mentünk Nagánóba a hegyekbe, ahol láttuk, hogy ugye havazott, de közben még láthattunk cseresznyevirágzást. A dombóvári származású Szandroha Kamillát választották előadónak a Dombóváriak a nagyvilágban című előadássorozat utolsó alkalmára. Az évadzáron Szandroha Kamilla a Japánban tett útjáról és az ott szerzett tapasztalatairól mesélt az érdeklődőknek. A már a második évadjának végéhez érkező sorozat előadásain egy-egy volt dombóvári lakos mesél a nagyvilágban szerzett élményeiről. Ez a második évad, aminek az utolsó előadása mai napon itt el fog hangzani. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy minden hónapban egyszer dombóvári vagy Dombóváról elszármazott ismerősünk, barátunk előadást tart nekünk utazási élményekről. Volt, aki már csak egy városról tartott előadást, de általában egy ország az, amit ki szoktak választani. Ma egy nagyon különleges előadó, a fiatal Szandroha Kamilla fog érkezni, és Japán lesz a téma. A résztvevők a számunkra néha távol álló szokások mellett sok Japánban készített fotót és videót is megtekinthettek az este folyamán. A japán emberek életmódja annyira eltér a miénktől, például a vallások, ahogy keverik a vallásokat, vagy ahogy élnek egyáltalán a szobáik, a házaik, az életkörülményeik, az is teljesen más, mint amit mi megszoktunk, nem beszélve a gasztronómiájukról, hogy például ők az édességeket nem annyira fogyasztják, de milyen desszerteket szoktak készíteni zöld teából vagy algából, tehát teljesen szokatlan dolgok ezek, úgyhogy remélem, hogy minél többen el tudtak jönni, mert ott részletesen fogok ezekről beszélni. Az előadássorozat látogatóinak örömére a szervezők elmondták, már dolgoznak a harmadik évad előkészítésén. Regionális híreink következnek. Ellenőrző bizottságot akart a képviselő, a Mohácsi Dunahidat vizsgáltatta volna. Kreatív ipari szakmák, turizmus, vendéglátás. Nyári táborral segítik a pályaválasztást az iparkamarában. Örömtáncot tartottak Szentlőrincen. Több mint 130-an vettek részt az eseményen. Még csak előkészítés alatt van a Mohácsi Dunahíd beruházása, de már vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Jobbik képviselője a Baranya vármegyei közgyűlésben. A képviselő szerint így lehetne a korrupció ellen felvenni a harcot a projekt megvalósítása során. A polgári oldalon nem támogatták az előterjesztést, mert az rossz üzenet lenne a még el sem kezdődött beruházásról. A Mohácsi Dunahídról is vitáztak a Baranya vármegye önkormányzat közgyűlésében szerdán. A Jobbik képviselője egy ellenőrző bizottság létrehozását kezdeményezte a beruházáshoz. Szerinte így lehetne szembeszállni az esetleges korrupcióval. Ezt az indítványát nem támogatta a polgári oldal. Én látom az önök szándékát, különösebben nem is lepődte meg,
külön így elemeltem, hogy ezzel kellemes csalódást okoztak a kormánypárti képviselőtársak. Az azon elhangzott a falra, meg azért még is igazolták, hogy mégis olyan fontos a korrupció ellen is küzdelem, az, hogy Európai Uniós források jöjjenek Magyarországra, hogy túlépjenek azokat, hogy egy javaslatot támogassanak. Mondta a képviselő a szavazás után. A hosszú vita név szerinti szavazással zárult, az előterjesztést nem szavazták meg. Én ezt egy rendkívül kártékony előterjesztésnek gondolom, hiszen egy még meg sem indult beruházásra előre rávetni a korrupció árnyékát egy olyan időszakban, amikor nagy harc megy magyar kormány és Brüsszel között a fejlesztési források megszerzésért, én azt gondolom, ez nem szolgálja a Mohácsi-Dunahíd minél előbbi megépítésének a tervét. Így sajnos ez a mai vitában vita azt is megmutatta, hogy a baranyai baloldalra sem számíthatnak a baranyaiak fontos fejlesztési elképzelések támogatásában. Ez egy igen szomorú fejlemény volt a mai közgyűlésülésén. Őri László azt mondja, a baranyaiak úgy tekintenek a Mohácsi-Dunahíd megépítésére, mint a következő évtized legfontosabb beruházására. A fejlesztés egy kitörési pontot jelent az egész régiónak. Ezért az a cél, hogy minél hamarabb megépüljön. A kormány ezt támogatja, hiszen a projekt előkészítése folytatódik, mondja az elnök. Szerinte a jobbikos előterjesztés kárt tenne ebben a folyamatban, nem szolgálná a Dunahíd gyorsabb megépítését. Kreatív ipar, vendéglátás, turizmus. Ezen ágazatok szakmáival ismerkedtek azok az általános iskolások a héten, akik a helyi iparkamara nyári táborán vesznek részt. Már egy évtizede szervez ilyen pályaorientációs eseményeket a gazdasági önkormányzat. A gyerekek különböző cégekhez, üzemekbe juthatnak el, hogy lássák, milyen munkát végeznek az eltérő szakmák képviselői a mindennapi életben. Bőrdíszt készítenek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a pályaválasztási nyári táborának résztvevői ebben a pécsi üzemben. Ezen a héten a kreatív szakmákkal ismerkedtek, hogy majd könnyebben tudjanak szakirányt választani a továbbtanuláskor a fiatalok. Bakó Bianka vagyok, 11 éves, júliusban leszek 12, Pellérről jöttem. Azért jöttem ebbe a táborba, mert anyukám mondta, hogy van ilyen lehetőség, és nagyon szeretek új dolgokat megismerni, meg hogy rengeteg helyre eljuthatok, meg később mesélhetek a barátaimnak, meg családomnak erről, és akkor így eljöttem. Az iparkamara már 10 éve rendez ilyen táborokat. Idén 2 turnusban, 1 héten keresztül látogattak el különböző pécsi vállalkozásokhoz, megismerve több szakmacsoportot. Múlt héten volt az első turnus, ahol elsősorban műszaki pályákkal ismertettük meg a gyerekeket. Ezen a héten viszont a kreatív ipar, a vendéglátásé a főszerep. Filmes cégeknél jártunk, itt most vagyunk a könnyűiparnál. Holnap cukrászdába fogunk menni, illetve egy szörpüzemet is meg fogunk látogatni. A táborban 15-en vannak, és minden nap más céghez jutunk el. Az üzemlátogatásokon nem csak nézhetik, milyen tevékenységek folynak az adott vállalkozásnál, hanem játékos formában kipróbálhatják a munkafolyamatokat. Nem csak körülnézünk a cégnél, hanem interaktív programokkal is várnak bennünket, mint például a mai, ahol egy különleges karkötőt és egy kulcstartót készíthettek maguknak a gyerekek. Igazi bőrből megismerték a bőrnek a minőségét, megfoghatták őket, megnézhették a termelésnek a folyamatát lépésről lépésre, a tervezéstől a szabászaton át a varrásig, és itt a végén egy ilyen kis interaktív foglalkozással zárják a napot. A táborban a 11 és 13 év közötti korosztályt fogadják. Ők azok, akiknek hamarosan el kell dönteniük, milyen szakmát, hivatást választanak a jövőben. Örömtánc találkozót szerveztek Szentlőrincen. A Baranya vármegyei táncosok mellett az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők a rendezvényre, többek között Budapestről is. Ez is sokszor lesz. Mert amikor azt mondom, hogy figyel, akkor... Először rendeztek örömtánc találkozót Szentlőrincen. Az év folyamán az ország több pontján megrendezett rendezvényre, a helyi táncosok mellett több településről is érkeztek résztvevők.
Országosan több ilyen rendezvényt szerveznek különböző városokban, akár oktatói ismerettség alapján, akár a városnak a szervezésében. Szent Lőrinc egy kis település, tehát itt tulajdonképpen most először történik meg egy ilyen örömtánc találkozó. 132 fővel vagyunk. Koltai Péter, Szent Lőrinc polgármestere elmondta, örömmel támogatták a rendezvényt, amely fontos szerepet játszik a társadalmi kapcsolatok kiépítésében és megtartásában. Nagy öröm számunkra, hogy ennyien eljöttek Szent Lőrincre, hiszen maga a csoport most már évek óta működik, egy kis központként itt a városban, a környező településekről is jönnek, és amikor a vezető asszony megkeresett bennünket, hogy van-e arra lehetőség, hogy itt Szent Lőrincen helyet biztosítsunk erre a nagy rendezvényről, nem csak a megyéből, hanem a megyéről kívülről is, tehát a Budapestről is érkeztek vendégek, akkor természetesen mindent megragadtunk annak, hogy ez megvalósulhasson, és nagyon örülök annak, hogy ez az Örömtánc Klub nem csak Szent Lőrincen, hanem máshol is ugye működik, és hogy otthont adhattunk ennek a mai rendezvénynek. Ez egy nagy öröm számunkra. A táncosok életében fontos szerepet tölt be az örömtánc, amelyen igyekeznek a lehető legtöbbször részt venni. Közel 6 éve örömtáncolok. Számomra nagyon fontos, mert egy olyan közösséget találtam, ami a nyugdíjas éveimben egy rendkívül jó elfoglaltság, mindamellett szellemi, fizikálisan karbantart, barátságok szövődnek, nagyon sok tánctalálkozón vettem már részt az egész országban, táboroztatnak az oktatók, ahol szintén itt-ott részt veszek. A budapesti Anna Mánia, az élménytánc kikötője csoport örömmel állt a baranyai táncosok meghívása elé. Szent Lőrinc egy nagyon-nagyon jó csapat, olyan szépen fogadtak minket, hogy azt el sem tudom mondani. Tehát sorfalban, mosolyal, süteménnyel, zászlóval, olyan nyitott szívvel, hogy öröm volt belépni. Nekem már a vasútállomás is nagyon tetszett, de amikor itt ez a hangulat fogadott minket, a lelkünk megnyugodott, hogy jó helyre jöttünk. A szervezők és a résztvevők egyaránt remélik, hogy lesz még lehetőségük közösen koptatni a parkettet Szent Lőrincen. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Folytatódnak a fejlesztések Bonyhádon. A Majosi Kultúrház rekonstrukciója lépett a második fázisba. Tájékoztató szakmai nap a cégeknek. Új hulladéggazdálkodási rendszer. 3 ember halálát okozta az ügyész szerint. Bíróság elé állították a szörnyű baleset vádlottját. Dombóváriak a nagyvilágban. Szandora Kamilla Japánban tett útjáról mesélt az érdeklődőknek. Pénteken napsütéses vízparton nyaralóknak kedvező idő várható. Erősödik a nappali felmelegedés, fokozódik a füllettség. A késő délutáni esti órákban a nyugati északnyugati határszélen egy közeledő hidegfront hatására már előfordulhat zápor eső, illetve zivatar. Mérsékelt északnyugaton kissé élénk délnyugati szél fog folyni. Éjszaka hidegfront érkezik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!